Vagyok, elaludtam. Sürgős, Suzy! Taylor azt kéri, hogy menjünk gyorsan oda. Gyerünk! Gyerünk. Fent vagyok. Feliratkoztam a nevünkben. Vár bennünket a világ legeslegnagyobb kutyi tánc versenye, a Kutyi Tánc Gála! Nem! Mi van? Nekem abszolút nem jön be a tánc. Nekem sem. Nem túl jó a ritmus érzékem. A Kutyi Tánc Gála nem akármilyen táncverseny. A világ első számú kutyatánc versenye. Csak hogy mi egyáltalán nem akarunk benevezni. Olyankor kicsit rátör a... versenyszellem. Kissé... Muszáj, hogy te nyerd meg! Muszáj! Így van. Igen, és ettől mi kikészülünk. Nem is muszáj megnyernem. Jó, néhányat muszáj, de ezt nem! Csak élvezzük a mozgást és a muzsikát. Nem számít, hogy nyerünk-e. No, léci! Rendben. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-ex, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hez, I love VIP-ex. Kutyi Tánc Gála. Figyú már, Mizu! Ha fixálnád a Friskót már, de a Vax nem haxnál, ne legyél kispolgár, nem imponál! Ragadj csavarod, hajvasalod, és ragacsos hajba valót! Mi az ördögöt művelsz? Reppelek! A szalom megsokszorozza vendégkörét a reklámom hatására! A rep már ózsdi! A mai korszerű reklámfilmek lelke a divatos zene és a művészi fotók! Dehogy! Stílusom lehengerlő, rettentő megnyerő, sikere egetverő! Nem, inkább felejthető. Hát jó, mindketten forgatunk egy reklámfilmet, és győzzön a jobbik! Csajok, csodás volt, bravo! Ez az irány a helyes irány. Ha így folytatjuk, mi fogunk győzni? Mit mondtam? Taylor, most egyáltalán nem a győzelem a fontos. Amúgy nem igazán jön be ez a fajta zene. A tetejébe mind elfáradtunk. Jó, tényleg az az igazán fontos, hogy jól érezzük magunkat. Újra kezdenétek előről, mert olyan jó nézni, ahogy táncoltok. Csak pár apróság, szóval Juliet és Gwen, figyeljetek egymásra. Nila, légy élénkebb, Lady Gigi, Alexia, ne lustálkodjatok. De hát nem számít, lényeg a buli, a bronz is szépen csillog, nem szégyen a lustaság, nincs baj, csak katasztrófa. Vagyis az élmény a lényeg, némi kis ficánkolás is megteszi, oké, hát perc szünet. Végre. Szünet vége! Hop! Na hát, ez ám az edzés! Ez! Nézni is fárasztó! Az! A Fabio Salon nem jár tévutakon! A csúcs technikát hozza, a vendégeket vonzza! Mosás és szárítás, nyírás, formázás, hajlakkoki és festékek! Tarka színek, gangsta rímek! De ebben a lármában nem lehet filmet forgatni! Így igaz? Kell egy pártatlan zsűri. Kiara, kié volt a jobb? Mondd, kutyuli, ki fog busulni? Most! Ha nem díjért parázunk, nem is kell szaporáznunk. Taylor, figyelj már egy picit! Mi a baj? Csak annyi, hogy hidegen hagy ez a zene. Kicsit sem lelkesít. Óvatosan, lassan! Rajta, csajok, talpra, sürget az idő, hop! Rajta, csajok, most nem néz ide, tűnés! Oké, végre leráztuk. Végre, megvagytok! Mégis mi ez a lustálkodás? Edzeni kell, nincs mese, rajta kutyulik! Ez így nem túl jó buj. Elbújhatnánk, míg alább hagy benne a fene nagy lelkesedés. Szuper! Menjünk hozzád, Gwen, spuri! Kedves nézőink! Fábio és Fábia csodás fodrászszalonja! Bácsikám, ez így nagyon klassz! Az! A látvány csúcs szuper! Senki sem lúzer, ha nincs ellendrugger! Ez pompás! Akkor jó a reklám, ha közösen csináljuk! Mi a véleményed, Kiara? Igaz! Ez klassz verseny volt! Klassz! Csajok! Az
Azt hittem, hogy mind mögöttem vannak, csak hogy magamra hagytak. Talán túlzásba vittem a szigort? Alig, ha nem. A győzni akarásom minden tönkretett. Megyek és beszélek velük. Nem bírom tovább. Ssss, csak halkan! Csajok, itt vagytok? Csukott szemmel még most is hallom. Én is hallom. Mint halljuk, Taylort, mivel itt van? Itt van, mi az? Csajok, itt vagytok. Hát, úgy látszik, nem vagytok itt. Vagyis úgy látszik, nincsenek itt. Ha itt lennének, elmondhatnám, hogy tudom, hogy az agyukra mentem a versengési mániámmal. A győzelem semmit sem ér, hiszen a barátság a világon a legeslegfontosabb. Bár tudnák, hogy nagyon szeretem őket, és hogy nagyon hiányoznak. Mi van, ha nem bocsátottak meg? Magányos, lemaradó kutyus leszek. Vár ránk egy aranyérem, és ha az nem, akkor egy jó verseny. Itt vagytok! A barátunk vagy. És te vagy az egyetlen, aki úgy igazán hisz bennünk. Elmegyünk a versenyre, a jól megérdemelt ezüstéremért! Ez a VIP bet! De egy dolog még hátra van. Szia, Fabio! Ti jöttök! Már tudom is, mit csináljunk. Jöhet a mehet. Te is kell lesz majd hozzá. Még szép! Dance style! Hű, de jól csinálják! Hát ez csodás! Remekül megy a tánc, csajok! Tudni, hogy megnyerjük! I love VIP pets! El sem hiszem! Hamarosan találkozunk! Tényleg? Itt vagy Glam Cityben? Itt! Tegnap érkeztünk! Annyira hiányoztál! Menjünk együtt moziba szokás szerint! Te hoz italt, én viszek popcornt! És sütit meg nasit! Ne vidd túlzásba! Kivételesen! Én? Ugorhatsz! Ez igen! Felveszem lelassítva! Hé, hey, ott jön Juliet! Hát te meg minek örülsz? A gazdid új sampont vett neked! Hideg! Egy régi jó barátom érkezett a városba! Á, csúcs! Bemutatsz minket? Bocsi, most nem. Rendelek egy kis harapnivalót a mozihoz. Kísérjünk lássuk, el! Lássuk. Juliet! Ízesített műcsont, sült csirke, menjünk veled! Süti. Ez jó, jó választás! Vásárlás üzemmódban van! A popcorn majdnem kimaradt! Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át! VIP-pex velünk, barátra lesz! Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk! Újha jó hez! I love VIP-pex! Ennivaló frizura! Mamma mia! Mennyit kacott! Hát Fábio semmit sem dob ki! Nem nagyon, de ez egyszer örülök, hogy mindent megtartott. Ezt figyeld, ez jól jön a technika feladatomhoz. Segítesz nekem? Na-na! Ti meg mit műveltek? Kezdek félni tőletek! Kicsit eltúloztam. Hát ez meg mi? Popcorn? Csoki? Rossz címre küldhették. Ne nyújj semmihez, Juliet, rendben? Mindjárt jövök. El kell intéznem, mielőtt visszaérne. Ez így nem nagyon fog menni. Indulás! Ó, ne! Nem mehetek így! 193, 194, 195. Hajrá, Taylor! Ez új rekord lesz! Na, ezt döntse meg Juliet barátja! Csajok! Segítség! Ne már! Már csak ez hiányzott! Mi a baj, Juliet? Belém ragadtak! Majd segít a szuper barátod!
Miért haragszotok rá? Mert nem mehetünk el veled megismerni a barátodat. Kettesben szeretnék lenni vele, mert nem ér rá csak erre az egyetlen délutánra. Nem gáz, de azért bemutathatnád nekünk. Oké, megteszem, csak szedjétek ki. Áll az alkot. Áú, áú, finoman, ki ne tépjétek a hajamat. Bocsi. Ez így nem fog menni. Ácsi, támadt egy ötletem. Ezt ide, ezt ide. Oké, Kiara, meg vagyunk. Mélyfényű, kiegyensúlyozott. Lady Baba odáig lesz érte. Kipróbálom ezt a bingi bongyorítót, és... Bocs, bácsikám, túl erős lett, igaz? Nincs semmi vész. Szerencsére a reflexeim, mint a... Kiara, nem is áll rosszul ez a szín. Ezt ő sem fogja tudni kiszedni. Dehogy is nem. Csak nyugodj meg, és légy optimista. Fábia és Fábio mindig talál egy jó megoldást. Tudni fogják, mit kell tenni. Képtelenség! Semmit sem tudok tenni! Na majd én! Magas fokozaton felmelegszik, és simán elolvasztja. Szerintem annyira nem jó ötlet. Már nem számít! Csináld csak! Na, milyen? A nyalóka így sokkal dekoratívabb lett. Csillag, mint egy ékkő. Ékkő? Juliet, nem hinném, hogy van más megoldás. Nyisszantanunk kell. Nyissz! Nem! Azt nem! Inkább maradjon a nyalóka. Ha? Nyalóka? Támadt egy remek ötletem. Bízd csak ide! Candy style! És voilà! Ó, csodás lett! Teljesen olyan, mintha direkt lenne, nem úgy, mint az enyém. Oké, gyere csak! Megoldom, míg tartozik le, király vagyok! Ójaj, itt a barátom, rohannom kell! Pá! Pá, Juliet! Mindjárt meglátjuk! Bizony! Olyan izgi! Mindjárt jön! Biztos helyes! Csend legyen már, csajok! Ne aggódj, Juliet! Hallgatunk, mint a kihúzott hajszárító! Tényleg csendet kérek, mégis hol lehet? Szia, Juliet! Tényleg te vagy? Imádunk! Követünk kutyinstán! Volna kedved moziba jönni velünk? Az fantasztikus lenne! Ugye eljössz? Elmennék, de már a más programom van! Juliet, ha? Te vagy az? Szedd le ezt rólam! Rám borították, és nem jön le! És semmit sem látok! Ti voltatok? Láttuk a kutyinstán, hogy a moziba indultatok, és... Nem boríthatok popcornos vödröt a barimra. Van itt valaki? Szabad. Juliet! Megmondtam. Bocsáss meg, nagyon sajnáljuk. Jól van, akkor beszéljük meg, hogy mikor beszélgethetnénk együtt egy jót a frizura trükkjeimről. Rendben? Csúcs! Hát, az szerintünk is csúcs lesz, de van most egy kis dolgunk. Ahó! Van itt valaki? Segítség! I love VIP Pets! Szép jó reggelt! Nyújtózkodjunk ki, és jöhet a jóga! Namaste! De hogy tarthatnék jóga órát ilyen lobonccal? Szörnyű a hajam! Fésült ki, léci! Jó reggelt, Nila szépségem! Még csak rám sem hederített!
Ó, Nila, most nem tudunk játszani, mennem kell. Tessék a nasid, este jövök. Szia, Nila, hogy vagy? Borzasan. Látom, mintha egy nagy madárfészek lenne a fejeden. A gazdim nem fésült meg. Akkor kérleld jobban. Jobban? Igen, ne add fel. Végre itthon. Jó ét, Nila. Megyek aludni. Jaj, hát ilyen kócosan nem tarthatom meg a jógaórámat holnap. Csajok, nagy bajban vagyok. Mi is látjuk, Nila. Holnap segítünk rajtad. Küldök neked egy számlistát nyugtató zenékkel. Köszi, találkozunk holnap reggel a sétányon. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pex velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hez, I love VIP-pex. Kóc, kóc, kóc. Merő képtelenség. Ebben a rumliban nagyon nehéz megtalálni egy hajszárítót. Ezért keresteti velem a bácsikám, mert lusta. Sziasztok! Mi újság, lányok? Nem találom azt a piros hajszárítót, amit kértél tőlem. Csigavér! Úgyis régi volt. Megvolt vagy két éves. Megyek és veszek egy másikat, és kukába a többi lommal, pá! Kukába? Segítesz keresni, Kiara? Kiara? Oké, nézzük csak ezt a zsinort. Nem vagy dolog, nyugi! Hát persze, pár simítás és kész is. Jó, de nem ér nevetni. Elég már, a végén még mindenki ide néz. De Nila, ezzel mi történt? Megfoghatom? Megfogni? Megőrültél? Jaj, ne! Hagyjátok abba, most segíteni jöttetek, nem gúnyolódni. Ne haragudj, de ez nem haj, sokkal inkább egy... Egy színakazal. Ha nem segítetek, inkább elmegyek. Várj! Most erre menj, ezt könnyű helyrehozni egy adag avokádós hajbalzsammal. Biztos vagy te ebben? Hát persze. Sűjtja a hajadat, és csillogs meg, mint egy filmcsillag. Na? Azt mondja, hogy kisimítja majd a hajad, és csillogsz, mint egy filmcsillag. Kész! Most várnod kell egy jó fél órát. Ne! Hálás leszel! Elegem van belőle! Ez iszonyatos! Szedjétek le rólam! Ez eléggé undi! Segítség, ragad! Ez... Ijesztő! Szerintetek jól állna, ha leborotválnám? Biztos találunk jobb megoldást! Tudom már! Semmi sem fog ki a kis fésűen! Lassan! Finoman! Jaj! A lényeg az összpontosítás. Semmi sem zavarhatja a figyelmünket. Már majdnem kész is vagyok. Na végre! Az új hajszárító, amit rendeltem. Erős, mint egy szélerőmű. Ez túl erős! Kész is! Megvan! De jó! Előkerült a piros is. Talán nem kellett volna újat vennem. Kezdhetem előről. Nézd, Nila! Lemásoltuk a sírót. Kihagytuk az avokádót. És a citromot. Jaj, mégis mi lesz, ha meglátnak a plusz elemek nélkül? Csajok, jól esik ez a dolog, de inkább ne utánozzátok. Ez csak egy súlyos halbajzsam baleset. Azt hittük, ez a fiszkód része. Olyan jól áll. Neki minden tök jól áll, de igaza van. Ó, Luna, kínszenvedés lesz, mire a gazdink ezt kifésüli. Hát, ennyi volt. Pár csodás hajkoronám. Sok-sok szép év után búcsút veszek tőled.
Tuti, hogy nem akarod kivárni, hogy hasson a hajbalzsam? Eszemben sincs, de ne félj! Nyilván van igény kopasz jóga oktatókra is, én már döntöttem! Várj, Nila! Menjünk Fábióhoz! Nemrég említett egy új kóctalanító sampont! Gyere, Nila! Mindjárt jobb kedved lesz! Micsoda lobonc! Mi történt, Nila? Kibogozzuk ezt a rémséget! Na és te mit csinálsz? Én ezt bogozom ki. Segítetek? Na-na! Készítünk egy jogázós, laza frizurát. Kezdjük rögtön a gubancbontó samponnal. Hadd tűnjön el az a sok kóc. A legmodernebb készítmény. Yoga style! Kész is, frissen kóctalanítva! Nila, csoda szép lettél! Bocsánatot kérek, csajok, hogy olyan csúnyán kijöttem a sodromból. Tudom, hogy ti csak jót akartatok, és mivel a frizurám immár jóga képes, tartsunk egy órát, hogy mind megnyugodjunk! Ragyogó ötlet! Ez az! I love VIP Pets! Hello, világ! Eljött hát a nagy nap! VIP Pets, jó reggelt! Ma rendezik meg a szuperfesztivált! Vár a tánc! Tarararara! Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át! VIP Pets, VIP Pets, velünk barátra lesz! Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hely! I love VIP Pets! DJ Gwen! Bekarikáztam a bandákat, amiket mindenképpen szeretnék megnézni. Ők lesznek az elsők, a rock and roll. Pö, jobban csípem a kemény rockot. A kedvencem a veszettek. Az én zenémre táncolni is lehet. Ti-ti-ti-ti-ti! Hú, Lady Baba a csúcs! Nagyon menő! Bízhattok az ízlésemben. De még menőbb a Tutti Kutya House zene. Na mindegy, Lady Baba kihagyhatatlan. És te nem mész a fesztiválra? Nem nagyon csípem a tömeget. Nincs jobb, mint egy fesztivál. Bizony ifjú, még ifjabb. Koromban én mindenre elmentem. Persze tudjuk, réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban. Én kreáltam a legmenőbb fellépők frizuráját. Tényleg? Na-na, feltaláltam a tupírozást. Mások meg leutánozták. Hát hogyne, és te találtad fel a hajvasalót. Én hát, és most mindenki használja. Sztárokat is fodrászoltál? Nem is egyet. Egész regimentre valót. Én nem vagyok oda a kutyaháuszért. Nem az én világom. A lényeg, hogy mind együtt lehessünk. Hiszen egy csapat vagyunk. Összetartunk. És közös kedvencünk, Lady Baba! Nem látunk semmit sem, túl sok itt a láb. Nem, semmit sem, látunk egy csomó lábat. Ezt megúztam volna a house-ban. Itt csak a bácsikának, a táncikának. Én inkább harapnék valamit. Ne, foglaljunk helyet az esti koncertre. De az csak órák múlva kezdődik majd, és muszáj ennem, hogy legyen erőm táncolni. Nekem meg kell osztanom egy képet a kajámról. Nem fogsz mást megosztani, csak lábakat, hogyha este nem látjuk a színpadot. Akkor sem fogjuk látni a színpadot, ha elájulunk az éhségtől. Én a hangottól ájulok el. Vegyünk egy mély levegőt. Az idegeskedés sosem old meg a világon semmit sem. Na jó, ennyi! Éhen halok! Kutyulik, most, hogy ettünk és ittunk is a szökőkútból, indulhatunk a koncertre? Inkább!
inkább vásárolni. Vagy Fábióhoz. Ne menjünk inkább oda? Fábióhoz máskor is mehetünk, de fesztivál csak ma van. Értem én, de sajogatta a pancsom. Menjünk vissza a városba. Jó! És irány a mozi! Ne már! Mondtam neki, Szenni leszel, drágám, nem Szende. És tényleg bomba sikere volt, és van is! A legelső tupír a filmvásznon! Az első! És te találtad ki? Aha! Ez szuper! Mondd még, mondd még! Láttál te már Punktorajt? Most az jön, hogy az ő műve. Az én művem, az is. Akadt egy kis dolgom Londonban, és... Semmit sem lehet látni, mert túl sokan vannak. Ó, hiszen ez már nem is haj, csak egy csapzott sörény. Fábio, segítesz? Bújj csak be! Miért lóg az orrod? Meghallgattad a kedvencedet? Ő még fel sem lépett, csak este lesz, de szörnyű volt az egész. Elment a kedvem a fesztiváltól. De nem kell valamit, de mit? Meg is van! Csinálunk egy koncertfriszkót. Ebben csak kevesen részesülhetnek, mivel elég egyedi. Valóra vált minden álmot. FNDF természetes, mindig beválik, és éppen koncertre való. Beválik? Ez a frizura az oka, hogy... A báványod most ott van a slágerlista élén. Ezt nem hiszem el! Nem csoda. Lady Vava? Ő bizony! Ne már, mára épp elég volt a nagyot mondásból. Hát, ha igaz! Concert style. Úgy vélem, ma este ennek bombasztikus sikere lesz. Szépi szupi volt a film. Nagyon izgi volt. De szép, ez csúcs, klassz a friszkod. Kutyulik, indulás a koncertre. De ott túl nagy a tömeg, úgy sem látnák semmit. Semmi vész, ti csak gyertek, utánam. Kiköpött Lady Vava. Éppen olyan a haja. Vérben is te. Hű, utat nyitnak nekünk. Igen, irány az első sor. Miért talál ki ilyeneket? És hol a hajvasaló? Ó! Hát mégis igaz. Minden igaz. Hát, azért nem minden. Lady Vava nem a haja miatt van a csúcson. Hanem? Azért, mert tehetséges. Csak egy kis önbizalom kellett neki. Mint Gwennek. Első sor, sikerült! Új haj, jó hent! Ez a VIP Pass! I love VIP Pass!